A kortárs tánc miben létére kérdez rá a tranzitházban zajló tánclaboratórium. A következő percekben erről beszélgetünk Gondos Emőke programszervező asszisztense. Szervusz Emőke, köszönöm szépen, hogy időt szántál ránk. Jó napot kívánok, sziasztok! Hát ugye ez már néhány napja zajlik ez a rendezvény. Melyek a tánclaboratórium célkitűzései, milyen koncepció szerint szerveződött? A tánclaboratórium a Tranzitház két nagy érdeklődési körének és a fókuszának egy ilyen fúziójaként született meg. Az egyik az ugye a kortárs művészetek, a másik meg a kulturális antropológia. A Dance Levin Transit nevet viselő projektünk pedig ezt a két szférát igyekszik találkoztatni, és ennek a találkozásnak a gyümölcseit bemutatni. Hát művészi alkotó folyamatok és beszélgetések sorjáznak, gyakorlatilag ezt így lehet elképzelni. A képek, amelyeket láthatnak az elmúlt napoknak az eseményeit listázzák. Ugye jelen vannak rezidens művészek, így hívtátok őket. Hát nevezzük meg, és mesélj egy picit erről, hogy a gyakorlati része hogyan áll össze. Hát egy igazán nemzetközi projektről beszélhetünk, hiszen amellett, hogy van egy román táncművésznek, Alexandra Dancs, akinek érdekes módon magyar vezetékneve van, de román nemzetiségű, egy Bogdan Olárunk, aki viszont magyar, gyergyói táncos, van egy torontói székhelyű iráni azerbajdzsáni táncos koreográfus, aki becsatlakozott a projektbe, Sashar Zarif, illetve Indiából van velünk Urvi Bora, aki hasonlóan kortárs táncművész, ugyanakkor táncantropológus is. Emellett a négy művész mellett, akit meghívtunk, hogy itt töltsön egy hónapot, vagy hát több hetet a tranzitházban, vagy fizikailag is, vagy például a torontói művész esetében online. A művészek mellett több más hát táncost, táncművészt, elméleti szakembert, táncantropológust igyekeztünk bevonni a projektbe, hiszen ezt az egy hónapos rezidencia programot lezáróan egy nyilvános esemény sorozatnak a kellős közepébe vagyunk, illetve perceken belül kezdődik az utolsó nyilvános előadás, ami egy duett. Szóval a performance-ok mellett mai nappal megkezdődik egy elméleti záró akkord, ami egy szimpózium lesz. Erre a helyi szakértőket is meghívtunk, illetve a tágabb közönség is becsatlakozhat, de nem csak ide várjuk az érdeklődőket, hanem mivel már lezajlottak ezek az események, ezért múlt időben tudok beszélni róluk, de workshopok is voltak, ahol a kortárs tánc új technikáit próbálhatták ki az érdeklődők, vagy kimondottan ugye most így az online-ra és a fizikai távolság áthidalására reflektáló gyakorlatokat is végezhettek. Ez volt egyik kérdés így a kurrens helyzetre vonatkozóan, hogy hogyan lehet csatlakozni, és hogyan lehet kapcsolódni, jelenlétet teremteni esetleg olyan személyekkel is, akik fizikailag nincsenek velünk. Ami ugye például a táncban egy... Hát egy elemi kérdés. Kulcsfogalom, igen, a jelenlét és a fizikai csatlakozás mégis. Igyekszünk olyan, a tavalyi év projektjét és tavalyi alkotásokat továbbíve ezzel kísérletezni, hogy hogyan lehet ezt áthidalni, vagy hogyan lehet, milyen más problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban. Hát szűk egy percünk maradt, ugye a hátralevő két napban egy picit teoretikusabbra fogja a rendezvény, és a tánc kortárs jellegét próbálja valahogy artikulálni. Melyek azok a programpontok, amelyre fölhívnád a figyelmet, illetve néhány gyakorlati vonatkozás, hogy hol lehet erre rákapcsolódni, mondjuk aki online szeretné, illetve hogy milyen feltételek között lehet jelen lenni ott testileg?
Ma este már megkezdődik a szimpózium, egy dél-amerikai táncos csoport tapasztalatairól és gyakorlatáról fogunk beszélgetni, Zoom-on keresztül, ezt a Transit Ház Facebook csoportján keresztül lehet elérni a Zoom linket, ide be is lehet lépni, de Facebookon élő közvetítés is lesz a beszélgetésről, illetve holnap egész nap beszélgetések fognak zajlani fizikailag a Transit Házban, ide délután kettőtől kezdődik egy elméleti bevezető, kérdésfelvető, a kis rövid beszélgetés, amit követ a rezidens táncosokkal való diszkuszió, és hát további meghívottjainkkal fogjuk azt beszélgetni, hogy mi is az a kortárs tánc. Hát ezzel a kérdéssel fogjuk zárni, szerintem visszatérünk valamilyen formában. Remélem, hogy akit valamilyen módon megérintett, az majd rákeres, és hogy hát a művészetnek ezt az ágát is egy picit talán sikerül belendíteni. Gondosan őket köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondtad. Köszönöm szépen.